Dombóváron hagyomány már, hogy az iskolák és az önkormányzat összefogásával a nemzeti ünnepeinkről és nagy hagyomány ünnepeinkről közösen megemlékeznek. Jól kialakult gyakorlat már, hogy a fontos ünnepeket az iskolák felvállalják. Így minden ünnepet más és más iskola rendez meg. 2023-ban a Dombóvári Evangélikus Iskola az október 23-ai megemlékezést vállalta magára. Polgármester úr és az iskola összefogásával ennek az ünnepségnek a megrendezése ma sajátos körülmények között itt az iskolánkban kerül bemutatásra, és ez alakult azért, mert olyan technikai eszközöket is alkalmazni szerettünk volna, amit szabadtéren nem tudunk megtenni. Kapitáig mit jelent? Nekem szülő hazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok, itthon vagyok. Sajátos volt a rendezvény az evangélikus iskolában. Diákok, kicsik és nagyok, felnőttek, tanárok közös ünnepi műsort adtak. Egy kerek egész emlékműsor így alakul ki a városban. Az itteni emlékműsor és az azt követő beszéd után pedig a város képviselői, az intézmények vezetői és a helyi résztvevők kivonulnak az emlékműhöz, az 1956-os emlékműhöz, ahol elhelyezzük a megemlékezés virágait, koszorúit és a mécseseit. Kik zsongó iskolából az utcában rohantak, zsebükben töltényre cserélve a ceruzákat. Áldottak a munkások, kik testükkel harcolták meg az utca harcát, és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták. A nagy ünnepi megemlékezésen kívül az iskolában a tanulók külön megemlékeztek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról és annak hőseiről. Reggel 8 órakor iskolai szinten az iskola teljes közösségének mutattuk be ezt a műsort, és bár nem főpróbának hívtuk, de mi igazán úgy gondoltuk, hogy akkor debütál ez a műsor, ezt tekintettük főpróbának, a gyerekek nagyon nagy megelégedésére és örömére, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy másodikos kisgyerekek mondták azt a tanítónének, hogy én sírtam a műsor alatt. Azért, mert most hallottam először, hogy ott még az édesanyák is harcoltak. Ez egy pedagógiai elégtétel számunkra, ha egy 7 éves gyerek ezt fel tudja fogni, és átjön az, amit mi itt a színpadon alkotunk. Az evangélikus iskola tanulói és tanárai által adott ünnepi műsort követően a kegyelet koszorúit is elhelyezték a város 56-os emlékművénél, melyen részt vettek a városvezető emberei is.